Sziasztok, üdv ismét a csatornámon! A mai videó kérdezfelelek videó lesz, ti küldtetek kérdéseket, és ezúttal a férjem fogja megválaszolni őket. A videó azon részét már elkészítettük, mégpedig az autóban, nem sokára láthatjátok. Egyetlen egy dolgot szeretnék előtte elmesélni, és ez a megismerkedésünknek a története. Úgyhogy, ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velünk! Gergővel, így hívják a férjemet, 2012. januárjában ismerkedtünk meg, körülbelül a születésnapjától datáljuk, ami január 21-e egyébként. Ez igazából úgy indult, hogy mi egy főiskolára jártunk, ez a Metropolitan Egyetem most már, közgazszakra, de ez ugye fél évvel már azelőtt elindult, mielőtt mi megismerkedtünk, de hova mész? De mi csak januárban ismerkedtünk meg, mivel az első fél évben én nem ismerkedtem senkivel. Nekem akkor volt valakim, távkapcsolat volt, én akkor vidéken éltem, közel 200 km-re innen, és az akkori párom ő pedig Budapesten élt, úgyhogy már emiatt sem ismerkedtem senkivel. Ő kiszúrt engem korábban, de valahogy akkor nem úgy alakultak a dolgok, azt hiszem neki is volt akkor így valakie. A lényeg az, hogy januárban egy sikeres gazdasági matematika vizsga révén ismerkedhettünk meg. Nimrod, nem ezt lezárja, légy szíves. Mégpedig úgy, hogy volt egy Facebook csoport, és a Facebook csoportba valaki posztolt, hogy megvannak a matematika vizsga eredményei, és mindenki írogatott, hogy hanyas lett a matek vizsgája. Na most a sztorihoz hozzátartozik az, hogy nekem akkor hosszú platina szűke hajam volt, és hát én nagyon Barbie voltam. Tehát mindig tűsarkú csizmákba járkáltam, meg ilyen rövid ruháskákba, meg ilyesmi. És hát én voltam szerintem a szűke Barbie az évfolyamon. Gondolom volt, akinek ez bejött, és volt, akinek kevésbé. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez nagyon nehéz vizsga volt, és azért a többségnek nem sikerült túl jól. Volt, aki nem ment át, de leginkább kettesek és hármasok születtek, és nekem meg most vagy négyes, vagy ötös lett, már nem emlékszem, de jól sikerült. És ugye mindenki posztolta az eredményt, én is beírtam, hogy nem tudom, négyes vagy ötös lett, és hát nem jött rá semmilyen reakció. Senki nem lájkolta, senki nem szólt hozzá semmi. És kicsit rosszul is esett, hogy na tessék, sztereotípiák. Oké, hogy szőke Barbie-nak tartanak, de attól mi nem kell, hogy hülye legyek. Na minden esetre nem. Nem aratott osztatlan sikert ez a posztom. És ő volt az egyedüli, aki privátban rám írt Facebookon, hogy nagyon sablon szöveg, készüljetek. Nem csak szép, de okos is. Igazából csak azért válaszoltam rá, mert nagyon tetszett a profilképe. Meg úgy gondoltam, hogy na, milyen jó képű ez a fiú. Hát, ha tud jobbat is ennél. És elkezdtünk levelezni. Nagyon szimpatikus volt, amiket írogatott is. Még azon a héten, pénteken én jöttem Budapestre, mert a húgom jött fel a Corvinusos nyílt napra, ő oda felvitelizett, és egyébként ott is végzett. És őt kísértem fel, és megbeszéltük, hogy találkozunk, amíg a húgom az egyetemen van. Ez meg is történt. Egy ilyen nagyon sötét kis sikátorszerű utcában találkoztunk először, és úgy nézett ki, hogy ő másnaposan jött velem szemben, nekem meg a szemembe sütött a nap, tehát kb. Mindketten úgy néztük, hogy az most ő, vagy nem ő, vagy... Hát kb. Majdnem elmentünk egymás mellett. És mert ugye még sose találkoztunk előtte, de nem. Találkoztunk, beültünk a Kopaszikáton egy teaházba, tök jót beszélgettünk, tényleg jól éreztük magunkat, és utána megbeszéltük, hogy akkor hamarosan ismét találkozunk. Ott még nem történt köztünk semmi egyébként. Azon a hétvégén ő ellátogatott hozzám vidékre, elég messzire ugye. Nagyon értékeltem, hogy ilyen nagy távot megtett értem. Autóval eljött. Akkor elmentünk mozizni, ott csattant el az első csók, ami megjegyzem, nekem nem jött be egyáltalán. És akkor úgy voltam a randi után, nem a csók miatt, hanem egyszerűen csak úgy éreztem, hogy nem az igazi, nem. Nem fogok én ezzel a fiúval komolyabban foglalkozni, és le fogom építeni, de addigra már meghívott a születésnapi buliára, ami a következő héten volt, és én igen mondtam. Na most tudni kell erről a buliról, hogy én ide úgy mentem, hogy megmondom neki, hogy nem, ez nem fog összejönni, és gondoltam is, hogy azért nem vagyok jó fejű, pont a születésnapján betolom ezt a dolgot. Ráadásul még az ajándékát is otthon hagytam, mert vettem neki egy üveg bort így ajándékba, de otthon hagytam, tehát ennyire nem éreztem a dolgot. Elmentem a buliba, előtte pár nappal nekem becsípődött a derekam, és nagyon fájt a derekam. Tehát tudtam menni, de mivel akkor is nyilván magas sarkúban voltam, hát hogy máshogy becsípődött derékkal, ezért egy idő után már attól fájt a derekam.
Annyira, hogy már nem nagyon tudtam kiegyenesedni a buli végére. Hozzáteszem, tök jól éreztem magam a buliban, tehát teljesen jó volt, vele jó volt. És utána elmentünk hozzá. Én felmentem hozzá, egyébként utólag visszagondolva elég bátor voltam, hogy így pár randi után felmentem hozzá, és ott aludtam. Esküszöm, csak alvás volt. Olyan szinten, hogy én elaludtam a kanapén a nappaliban, ő meg elaludt mellettem a földön. És másnap rántottát készített nekem, meg kávét hozott, meg tényleg nagyon jó fej volt, és így fordított. És igazából ott indult el köztünk minden. Mondjuk úgy, hogy Gergely jellemző azt, hogy ő ilyen vesztett helyzetekből képes fordítani, és mi egyszer szakítottunk egyébként, pláne úgy, hogy ő egyszer már megkérte a kezem, kétszer kérte meg összesen, és én nem sokkal később szakítottam, mert hát akkor még nem álltam erre készen. De akkor is ugye újra összejöttünk, tehát akkor is megint valahogy sikerült úgy alakítani a dolgokat, úgyhogy egyébként ő szinte semmit nem csinált, hogy ismét megszerzett. És azóta ugye együtt vagyunk, és boldogan élünk, míg meg nem halunk, mondjuk így. De szerintem akkor itt legyen ennyi elég az én sztorimból. Lássuk a kérdezfelelek részt, amit, mint említettem, az autóban vettünk fel, meg közben Imród is most már mindjárt lebukfencezik itt mögöttem az ágyról, akkor vágjunk is bele. Készen állsz? Uh-huh. Okay. Még sosem álltam ennyire készen. Mondjuk kicsit ég a kép. Senki nem volt. Jól van. Akkor az első kérdés. Mi tetszett meg bennem, mikor először megláttál? Köszönöm kérdéseteket. Hát úgy az egész. Cakumpa. Úgy az egész nő. Nem tudom, hogy ezen mit kell részletezni. Látjátok ti is mellettem. De igazából arról van szó, hogy csodás teste felkeltette az érdeklődést a férfiban. Manu. Szofi, te is hozzászólsz a videóhoz? Micsoda? Majd később, amikor sikerült meghódítani, meg egyáltalán beszélgetni vele, akkor meg a belső az, ami miatt igazán érdekessé vált. Oké. Miért döntöttél úgy, hogy feleségül leszel? Hát, mert úgy gondoltam, hogy te vagy a tökéletes számomra. Minden tekintetben. Ezen is mit kell bővíteni feltétlenül, de volt néhány párkapcsolatom előtte, és ezek elegendő tapasztalatot biztosítottak arra, bakker, hogy bizton állíthassam, hogy ez az a nő. Aki ez az életedet hozzá kell kötni. Így van. Mit gondolsz, milyen számomra a tökéletes nap? A tökéletes nap? Igen, egy tökéletes nap milyen számomra? Jó? Nem tudom. Tökéletes nap. Tehát, hogy mit csinálok én egy tökéletes napon? Felkelsz, kapsz egy kávét. Nem gyereksírásra ébredsz, hanem magadtól, természetes úton, amire nem volt módod az utóbbi időben. Az utóbbi két évben. Nem is tudom. És akkor utána... Mit csinálunk? Nyugalom van egész nap, az biztos. Az villamos. Jókat eszünk. Hív. Van kaland. Valami kaland aznapra. Ahol jól érzi magát a egész család, nem csak te, vagy én, vagy mi, hanem mindenki. És szépen nyugodalmasan véget ér. Valami kis borozással, szexel. Ilyenek. Oké. Okay. Hát végül is majdnem egyébként. Majdnem ilyen számomra tökéletes nap. Mi hiányzott belőle? Azt hiszem, hogy számomra akkor tökéletes a nap, hogyha valamit tudok aznap csinálni, ami egy produktív dolog. Tehát, hogy vagy mondjuk felveszek egy videót, vagy készítek egy jó sütit, vagy... Híd. Manu, az híd. Vagy bármi olyan, ami egy produktum. És akkor elégedett vagyok, hogy volt értelme felkelni. Zászlóród. Tehát nem csak az élmények. Na mindegy, menjünk tovább. Milyen anyának tartasz? Ügyes. És jó. Szigorú.
engedékeny, következetes, hát, mikor, vagy éppen milyen, vagy alapvetően azért nem mondanálak következetesnek, mert van, amikor engedékenyebb vagy, van, amikor szigorú vagy. Nem olyan állandó az, amit képviselsz, mint anya, mert a nagyban függ a hangulatodtól az, hogy éppen hogyan viselkedsz. De alapvetően azért, mivel hogy összességében egy nyugodt természet vagy, ezért nem azt jelenti, hogy ilyen nagy kicsapongásaid lennének, hogy egyszer ilyen, egyszer olyan, csak valamikor hamarabb elfogy a cérna, mert kevesebb van a spólinin. Az egyik gyerek már letekerte. Több olyan kérdés volt, hogy hogy jöttünk össze, mióta vagyunk együtt, arra gondoltam, hogy ezeket majd én az elején elmondom, mert szerintem ezzel ne húzzuk az időt, ez úgyis ugyanaz a sztori mind a kettőtől. Hát okay. Ezt nem vagyok biztos benne, hogy ez így van. De majd elmondod, esetleg lesz egy második rész, jó? Nyugodt, nyugalom. Semmi bizony. Szerinted fiatalabbnak tűnök, mint amennyi valójában vagyok? Természetesen fiatalabb. Következő kérdés? Mit gondolsz, melyik tőled kapott ajándéknak örülök a legjobban? Ez egy nehéz kérdésem. Tehát ne csak materiális javakra gondolj szerintem. Immateriálisakra is? Hát a legszebb ajándék a két gyermekünk, amit tőlem kaptál. Esküszöm, nem adtam a szájába. Azon kívül imádja a korsztáskákat, meg a pénztárcákat. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy imádod? Imádom, de... Na jó, szereted kapni őket. Hát nem szeret, ki nem szeretnék kapni. Na hát, na, nem is, ez nem, semmiféle negatív, semmiféle negatív, ez nem véletlenül veszek olyat, mert ezzel is örömet okozom. Oké. Okay. Mivel lehet a leginkább kihozni a sodromból? Hát szerintem, hogy ha nem figyelek oda rád, hogyha elmondasz valamit, hogyha számba rágod, majd elmegyek közérbe, vagy tököm tudja hova, és visszatérek, és valami pont olyat veszek, amit mondtad, hogy olyat pont ne vegyél, mert az pont van, hogy az pont nem szeretem, vagy nem tudom mi, és olyankor abszolút azt érzékeled, ami persze nem igaz, hogy nem vagy fontos számomra, mert nem figyelek rád. Közben ez abszolút nem igaz. Mert egyszerűen csak ilyen természet vagyok, hogy néha szétszórt. Lyukas az agya. Meg ilyenek. Közben megérkeztünk. Pá, majd... következő bejelentkezés később, ha megebédeltünk. Addig is további szép napot nektek. Folytjuk. Hello, bello. Akkor folytatjuk. Visszatértünk. Igen, nekem még mondjuk gyorsan meg kell nyitni újra a kérdéseket. Óriási különbség, hogy már nem vagyunk éhesek. Szétkeltük magunkat. Bizonyám. Ilyen is. Mi az a három tulajdonság, amit a legjobban szeretsz rajtam, bennem? Hmm. Tehát lehet külső, belső. Elbízom. Három. Amit a mondjuk nagyon szeretem azt, hogy elfogadsz. Ez egy tulajdonság talán, nem az elfogadási készség. Hm? Hát, hogy igen, hogy ilyen, és tudom, liberális vagyok. Tehát máshogy nem is nagyon működhetne valamilyen párkapcsolat, csak úgy, hogyha elfogadnak, és ezt én nagyon-nagyon-nagyon értékelem, igen. Tehát ez nagyon fontos számomra. Második legfontosabb, lehet rád számítani. Mármint az életben, úgy egyáltalán. Például tök nem ügyesen tudtál nekem gyerekeket szülni. Tehát annyira nem voltam ügyesebben, de nem menjünk. Nem, nem mondd ezt. Maga, de amúgy az életem sokkal apró területein is, vagy kevésbé fontos területein is lehet rá számítani. Mondok valamit, megjegyzed, általában, nem úgy, mint én nekem például ez a gyengém, mert nem vagyok ügyes. A memóriád nem az igazi. De a memóriám az igazi, csak ezek az ilyen részletekre való odafigyelés. Jó, mi a harmadik? Gyönyörű vagy. Szívem. Gyönyörű vagy. Tehát ezt szereted, de nem a legjobban ezt a hármat? Igen, ezeket a dolgokat. Ezek a legfontosabbak ahhoz, hogy együtt éljünk. Oké. Okay. Következő kérdés. Melyik városba látogatnál el velem legszívesebben? Hát ebből rengeteg van. Legszívesebben? Talán Miami-ba. Miami-ba? No, egyrészt ott még én se jártam. És szívesen mennék oda veled. Fontos pont az én bakancslistámon. Uh-huh. És mivel hogy az ilyen nyaralóhely, meg egyáltalán ez ilyen szuper dolog, ezért ezt jó családdal megejteni.
Mármint egyébként nem is biztos, hogy feltétlen gyerekekkel, de minden esetre az biztos, hogy veled mennék oda. Van még egy csomó egyébként, amit meg kell nézni. De ami például a legközelebb van, az Prága. Most voltam nemrég, és kitaláltam, hogy oda mindenképp vissza kell térjünk. De most megyek Berlinbe. Berlin is olyan lesz szerintem, mint Prága, hogy oda nem elég az a pár nap körülnézni, hanem oda veled kéne visszamenni, és jobban átérezni az atmoszféráját a helynek. Következő? Elmennék veled mindkét helyre, szíves. Te mindenhol el fogsz jönni, van, szíves. A következő kérdés. Miben változtam leginkább az évek alatt, mióta ismersz? Az első szakításunk előtt vagy utánhoz képest? Hát szerintem ez nem csak tudom, egy hogy, volt. Ezt tudom, hogy tudtátok. Csak egy szakításunk volt. Hát szerintem úgy a legelejétől számítva. Tehát mikor legelőször megpillantottál a főiskolán, pontosabban nem is, mert akkor még nem ismerkedtünk meg, hanem mikor legelőször ott a sikátorban egymással szemben ment. Jöttünk. Hát egyrészt, amit legelőször említettem, hogy mit szeretek benned, abban változtál. Tehát legelején nem annyira voltál elfogadó. Akkor még, amikor ilyen nagyon keresgélőbe voltál, és én is csak egy voltam azok között, a szerencsések között, akik belekóstolhattak a párkapcsolatba veled. Ez kicsit az ötervez volt. Nem volt az az elfogadás, amit most megélek, és ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon fontos változás volt. Ez egyébként, amikor másodszor összejöttünk, onnantól fogva van jelen a mi mindennapjainkban. Uh-huh. Mit gondolsz, melyik a kedvenc ruhadarabom, ételem és filmem? Hát szerintem ez nem jó kérdés. Azért nem jó kérdés, mert nincsenek ilyen nagyon, főleg ilyen egyszeri dolgoknál, hogy most kaja vagy film. Azt tudom, hogy nagyon szereted a Star Trek-et, tehát abból talán még doktorit is tudnál írni. Mindenféle fajok, meg életformák, meg is tudom mi minden, borg, kocka, mi egymás. Ez is egy olyan dolog egyébként, amit én nem annyira szerettem már, mint a sci-fi, és most meghalok érte, ezt például ő hozta az életembe. De úgy kiemelni most egy részt ebből, vagy most a Star Wars-ból filmgyanánt. És étel? Mit szeretek nagyon? Ez, amit nagyon szeretsz, kaját? Mm-hmm. Hú, várjál csak. Én amikor kórházban voltam, akkor is ezt kértem anyuktól. Meg néha, amikor nagyon olyan vagyok, nem a borsó főzelékre gondolsz. Nem, bár egyébként azt is nagyon. De várjál, van egy, figyelj. Ferrero Rocher. Igen, az nagyon szeretem. Az nagyon tudja, hogy mindig raffállót kapok mindenkitől, hogyha valami csokit adnak nekem, és egyszer, amit igen, és visszatérve az előző sztorikra, egyszer, és azt elmondta nekem már így egyszer, hogy ő mennyire szereti a Ferrero-t, és mennyire nem a raffállót, és ebből egyszer az lett, hogy vettem neki raffállót, és akkor eljött az a helyzet, amikor így... Ez gáz. Mérhetetlen. Igen, de azóta már szépítettél, mert többször kaptam tőled Ferrero Rocher-t. Bizony, volt, hogy még hozzá az a durva, hogy elég nehéz beszerezni. Tehát Raffaello világ minden kis sarki boltjában ott van. És Ferrero nem? És a Ferrero az nem olyan egyszerű ügy. Tehát legjobb esetben is ez a hármas, ez a három golyós kis gyűjtő van. Na mindegy, lépjünk tovább benne, okay. Talán. Szóval nincsenek annyira kedvenc dolgok, ez a lényeg. Tehát, hogy én vagyok a kedvenc palia. Hogyan élted meg a gyerekek érkezését? Ez mondjuk, nem egyszerre jöttek. Tehát úgy azért volt egy, nem is tudom, felkészülési idő kettőre. Hát igen, két különböző gyermek érkezett, két különböző fázisban lévő apának. Tehát hogyan fogadtam? Hát egyrészt ugye Sophie volt az első gyermek, tehát ott igazából várakozásokkal tekintettem a jövőbe, borzasztóan boldog voltam, meg is jósoltam, hogy lányom lesz. Anyunk lesz. Hát úgy olyan sok mindent nem tudtam az apaságról. Kicsit olyan ez, mint a szex, nem? Amikor így valaki beszél róla, csak mi nem csinálta. Tehát, hogy lehet persze könyvben olvasni róla, meg micsoda dolog, meg ó, de magasztos, ilyenek. De azért, igen, meg van, amikor meg átcsap a szar, szó szerint a fejünk fölött, az meg a másik fele.
De alapvetően, tehát hogy nem tudtam, mi lesz ebből az egészből, csak annyit tudtam, hogy akarok ilyet. De alapvetően jó dolog. Hát hogyne, tartom. Persze, a világ legfontosabb dolga, meg a legjobb dolga, meg a nem tudom, hogy minden. De ez egy másik téma már. Nimrodnál már ugye nagyjából képbe voltam, de ugye a második gyerek az meg egy teljesen más tészta. Bizony, Sophie, bizony. Ugye, hogy igaza van apának? Kérnéd a telefont, vagy mit szeretnél szívem? Tehát a második gyereknél igazándiból ott ugye azért nehéz ügy, meg azért volt pláne nehéz a várakozás, mert ugye Kriszti kórházba került, Sophie idézőjelben rám maradt, én nekem ugye családfenntartó szerepem is van, tehát alapvetően elég nehéz időszakot éltünk meg abban a 3-4 hétben. Egyébként ez is kérdés volt, hogy hogyan kezelted azt a helyzetet, amikor én kórházba kerültem. Hát akkor térjünk ki most rá, és akkor kipipáltuk azt a kérdést is. Ja. Nehéz volt, tehát alapvetően ugye Kriszti az egyik pillanatról a másikra kilépett az életünkből. Szinte, idézőjelben, tehát fizikailag. Egy napot nem töltött Gergő, úgyhogy csak egyedül a gyerekkel. Igen. Aminek lett pozitív hatása, mert mi nagyon összekovácsolódtunk Sophie-val, ami előtte nem volt ennyire tapasztalható. Másrészt meg egy borzasztó stresszes és kimerítő időszak jött, mert helyt kellett állnom a munkámban is, szerencsére ugye elfogadták a helyzetet, és a lehető legnagyobb megértéssel voltak felém, de akkor is nehéz volt, mert azért attól függetlenül nem, tehát úgy igazi helyettesem nincsen. Tehát, hogy persze nagyon sok mindenki segíti a munkámat, mint egy csapat, de alapvetően bizonyos dolgokban akkor is rám van szükség, ha éppen a feleségem kórházba kerül, és a gyerekem pedig bölcsibe beszoktatós időszakát éli meg. Mind a mellett van egy építkezésünk is, de van egy ilyen félelem is ebben az egészben, hogy most akkor hogy lesz a Nimroddal, Kriszti ezt az egészet hogy éli meg, el van szakítva Sophie-tól, szörnyű volt látni azt, hogy beviszem Sophie-t, és akkor ott kicsit úgy ignorálta, meg úgy nem úgy állt hozzá, mint az előtt, mert ugye... Igen, egy idő után olyan érzés volt, hogy haragszik rám. Hogy én nem vagyok ott vele. Igen. És ez rossz volt. Tehát nekem nagyon rossz volt látni, hogy rajtam elkezdett csimpaszkodni a gyerek, és Krisztire meg csak így nézett, hogy hello. És úgyis az lesz, amit apa mond. De hát ez nem jó, tehát ez szörnyű dolog. Na mindegy, szóval ez volt az. Na most ebből adódóan ez a visszatérve az előző kérdésre, tehát Nimród előtt milyen érzelmekkel, hát itt sem volt az a ó, milyen szuper és magasztos, és nem tudom mi minden, és nem tudom, Isten áldásával megérkezik a leendő trónkövetelő, és nem tudom mi. Hanem az egész egy ilyen óriási őrület volt az életünk, és aztán ezt csak megszületett ez az álomgyerek, aki ott van hátul, full csöndben egyébként. Szerintem... Lehet, hogy jelenni el is aludt, igen. Szóval így két kérdésre válaszoltam, következő. Igen. Szeretnél-e még további gyerekek? Hát igen, én szeretnék. De hát újra kérdezem. Ezt te tudod? Nem. De te tudod, hogy én szeretnék, nem. Csak te meghúztad a vonalat. Nem lehet. És én meg ezt elfogadom, tehát hogyha neked ez az utolsó szabad, akkor nem lesz még egy gyerekünk. De lehet, hogy egyszer csak felolvadsz majd. Azért én mindenki terhességem végén kórházba kerültem, mindenki terhességem végén több hetet kórházban töltöttem. A második terhességem végén olyan veszélyes szituáció volt, mert a végén ugye azért volt sürgősségi császár, aminek nagyon komoly negatív végkimenetele lehetett volna Nimrodra nézve és rám nézve is. Tehát nem azért nem akarok több gyereket, mert nem. Hanem mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez jó döntés lenne így a testem és az egészségem szempontjából. Az biztos egyébként. Azt aláírom, hogyha jönnie kéne a harmadik gyereknek, valószínűleg nem most, mert most azért eléggé zűrzavaros időszakon vagyunk túl, meg leszünk túl, meg azért kéne egy kicsit fellélegezni is. De tudjátok, van ez, amire lehet számítani, mert eljön minden nőnél, minden nőnél, aki szül, az ezen átmegy. Megszépül a múlt. És azok a fájdalmas, szenvedős időszakok, azok mind kitörlődnek az emlékekből, és minden olyan, az izgalmak, a félelmek, azok mind egy ilyen
szuper álomképpé fornak össze, amikor is olyan szép volt, ó, amikor babáztunk, nem tudom. Na, amikor majd az eljön, na, akkor majd beszélhetünk a harmadik gyerekről. Addig felesleges gondolat. Következő kérdés. Okay. Azt kérdezik, hogy nem zavar-e, hogy vloggerkedek, youtuberkedek? Nem. Nem, szerintem ez szuper. Van teánk Szofinak? Van. Köszönöm. Azért nem, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy kis produkció, amit előállít, szívem választotja. Mert nagyon sok olyan házasságot látni, ahol ugye a hölgyemény megszüli egy-kettő, akár három gyereküket, és mivel hogy belefásul ebbe a pelenkacserés, főzés, takarítás, nem tudom mi mindenes kis bermuda háromszögbe elveszésbe, ezért egy ilyen féri piszkáló mesterré változik, ami meg tökéletes alapja annak, hogy egy házasság zátonyra fusson, mind a mellett, hogy ugye elég nehéz időszak a pár életében, amikor megjönnek a gyerekek, és akkor ugye minden megváltozik, stb. De ezt még azzal tetézni, hogy a feleség szétszekálja a férjet, na az nem jó. Tehát ebből adódom, mivel hogy ő ilyen kis produkciókat gyárt, ezzel ő kiéli a kreativitását, és fel tud mutatni valamit amellett, hogy mit is szoktak mondani a médiában, ezek a női principiumát teljesít. Beteljesíti. Bocsánat mindenkitől, aki jó, ezt nem de ez mondja. A férj, aki szétszekál a felesége, azért ez is kettőn elemásár. Persze, hogy nem. Kell hozzá egy férj, akit szét lehet szekálni. Ne felejtsd, fogják megnézni ezt a videót. Tudom, ez nem a férjeknek készül. Úristen, le kéne tiltanom mindenféle Facebook profilomat, nehogy kapcsolatba lehessen velem lépni. Hát, Oké, én semmit nem mondtam neki. Na, mondom tovább. Azt szereted jobban, ha sminkben vagyok, vagy smink nélkül? És mivel több ilyen jellegű kérdés is érkezett, ezért még egy picit tovább megyek. Ilyen is volt, hogy mi az, amit másoknak érzel? Hogy tetszem jobban? Mit gondolsz erről az egész sminkelés dologról? Hát, igen. A smink az egy jó dolog, szerintem. Hát eleve, mivel hogy már megismerkedésünkkor is serényen sminkelgetted magadat, ebből adódva, amikor elvettelek feleségül, tökéletesen tudtam, hogy a smink az egy része lesz az életünknek. Tehát alapvetően semmi gondom nincsen a sminkekkel, meg ezzel az egész intézménnyel. Ez ugyanolyan dolog, mint hogy a férfi föl kell, megborotválkozik, a nő föl kell, és kisminkeli magát körülbelül. Én ezt legalábbis így gondolom. Ez ilyen magaddal való foglalkozás, meg kell csinálni ahhoz, hogy ott legyél, ahol gondolod, hogy tartasz, külsőleg. Időről időre erre áldozni kell, minden tekintetben, időt is, meg pénzt is. Amivel semmi gond nincsen, mert ez egy alapvető igényességnek a része. Mikor sok? Hát van olyan, amikor úgy nézem, hogy bakker, ez már sok, tehát néha így elrepül a fantázia, és... Szofi, leintette a mentőautót, mert Nimrod odaalszik, hogy Tehát akkor sok, amikor ilyen olyasmi, mint nem tudom, ilyen fotózásokra készítenek ilyen sminkeket, ami fotókon meg videókon nem látszik, de az élőben azért az nagyon brutál, ahogy kinéz. Tehát ilyen vakolat van az ember arcán, és ilyen atya úristen. Na jó, de ilyen nem gyakran szokott. Nagyon ritkán fordul elő. Amikor ilyen... Hát mondjuk, ha olyan videót csinálok, amikor vagy amikor, videó. Vagy amikor kimész a csajokkal bulizni. Hát jó, de ez meg egy esti buliba. És akkor egy esti bulira egy másfél órás sminkelés után tulajdonképpen kész vagyok. Magadra kentél 12.500 forintnyi cumót. Az nem sokat idegődés, hogy ezzel forintnyi, majd a 100 magamra, majd akkor nem. Na jó, szóval akkor sok, amikor ez így néz ki. Mi volt még ezzel kapcsolatban? Mikor sok? Hát igazából csak ennyi, hogy és hétköznapokra mit szeretsz jobban? Szeretet, ha egyáltalán nincs rajta smink. Én szeretem azt is, ha nincs rajta smink, de azt is szeretem, amikor feldobsz magadra egy két perc alatt valamit. Tehát egy férfi az bestifteli a hónalját, addig a Kriszti fölrak magára egy ilyen pirosítós alap valamit. Nincs ezzel semmi gond. Szerintem tök oké. Tehát örülök neki, hogy
Tehát az igényesség lesz. Ó, szerintem igen, ez az. Oké. Ki a türelmesebb a gyerekekhez, te vagy én? Én. Ugye? Ezt úgy gyorsan rávágtad. Ez nem igaz. Szofi, az te vagy türelmesebb. De szerintem már egy kicsit túlságosan is. De Nimrodhoz nem vagyok biztos benne, hogy te vagy türelmesebb. Ez attól is függ nyilván, hogy éppen mi hogy vagyunk. Tehát, hogyha én egész nap azt hallgattam, hogy üvölt a két gyerek, akkor nyilván, mikor Gergő hazajön a munkából, akkor ő a türelmesebb, mert én már nem tudom, hova kívánom magam, az elkihajtó kívülre. De hát igen, azt gondolom, hogy Szofi, az te vagy a türelmesebb. De Szofi nagyon hasonlít rád. Hát Nimród meg egy jó gyerek, szóval ahhoz nem túl sok türelm kell, ott ugye igazániból arról van inkább szó, hát hogy amikor így teljesen megőrül egyik másodpercről a másikra, és nem tudsz semmit csinálni. Na, igen, amikor tehetetlen vagyok, na akkor az vagy legalábbis annak érzem magam, hogy egyébként valószínűleg nem az vagyok, csak nem jól fogom fel a szituációt. Az ott, igen, tehát az azért kérdéses helyzetben hoz. És akkor természetesen Kriszti segítségemre loholok. Következő, ezt így tették fel, ezt a kérdést szó szerint. Gergő, ugye tudod, hogy rengeteg pasi irigykedik? Hát, nem tudom, igen, természetesen igen. De vitatkoznék ezzel a kérdéssel már önmagával egy kicsit, mert azért tudni kell, hogy a férfiaknál a két gyermekes anyukák azok annyira nem mennek. Nem biztos, de... hogy lehet, hogy te így gondolod, de nem, van rengeteg olyan, aki nem megy, az is nem is arról van szó, de azért a nagy, jóval nagyobbik részének nem, de nem ez a lényeg. Persze, hogy irigykednek rám, hát ránéznek Krisztire és látják, hogy egy szuper csaj, és mellette két ilyen szép gyereket tudok szülni, tehát az meg egy külön olyan képesség, ami azért nem mindenkiben adott meg. Oké. Mit gondolsz, milyen, és sorolom, anyuka, feleség, háziasszony és társ vagyok? Nem muszáj egyenként végmenet, hanem úgy... Milyen anyuka? Hát anyuka, feleség, háziasszony, társ. Tehát ugye fontos. Ezek a női szerepek. Minden tekintetben fantasztikus vagy, szívecském. És csodálatos. Ámulatos, bámulatos, imádatlan. Méltó? Imádni való. Az. Kösz. Még segítőkész is látjátok. Oké, mi a legszebb, legjobb közös élményetek? Hát nem tudom, a NASZ út alatt nekem vannak szuper dolgok, amik így beugranak erre a kérdésre, így hirtelen. Hát amikor elmentünk a... nem fog eszembe jutni. Portaventúrába. Ilyen nagy kalandpark, vidámpark. Ez ilyen óriási, tehát ilyen tele van tűzdelve mindenféle ijesztőbbnél ijesztőbb hullámvas utakkal, meg ilyen kilövőgépekkel, meg mit tudom én, mi minden összekeverő kavaró masinákkal. És ott a Krisztivel ugye bementünk, és akkor mondta a Kriszti, hogy ő nem ül fel arra se, erre se, amarra se. És olyan szuper volt, hogy mindegyikre felültünk végül. Összeszedte a bátorságát, csak biztatni kellett. És akkor vannak videófelvételek, hogy az óriási hullámvasutat ott száguldozunk, és visít, és sikít, és jól érzi magát. Szóval például az olyan volt, és izgalmas időszakok is tudnak olyan élményt adni, amire jó visszagondolni, hogy fú, de jó volt az, mert így meghogy. De most nem mennék bele azért ilyen nagyon sok részletbe. Legyen ennyi elég. Hát, pláne úgy, hogy még kb. Most járunk a kérdések harmadánál, és 23 kezdtél. Csiha, akkor itt vágás lesz, nem? Biztos. Na, menjünk tovább. Mit gondol a férjed, milyen nő voltál, mikor megismert várandósan és a gyerekek születése után? Inkább a belső tulajdonságait kisugárzásod legyen a lényeg, ne a külső. Illetve miben változtál? Hát ezt már részben ugye megválaszoltad, hogy miben változtam azóta, amióta megismerkedtünk. Nem tudom, hogy esetleg volt még bármi, ami anyassággal változott bennem. Szerintem itt erre lehetne kiegyezni, hogy változott. Tehát miután anya lettem, volt még olyan dolog, ami megváltoztatott. Én egyébként tudom, hogy volt, csak kíváncsi vagyok. Hát testileg megváltozott az anyaság, és ez borzasztóan rosszul érintett Szofi után. És mindenetet összeszedted, és ledolgoztad azt a különbséget, amit
amit jelentett ez a gyermekvállalási testi-lelki megpróbáltatás. Második gyermekünk után szintén. Azt mondom, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon jó formában vagy, tehát nagyon ügyesen csinálod ezt a dolgot, szíves, le a kalappal. De ez csak testiség megint, tehát hogy most belülről... Talán annyi, a második gyerek után kevésbé voltál annyira stresszes, hogy most hogy fogom a gyereket, vagy te hogy fogod, hogy most ez, de hát ez a tapasztalatból ered. Tehát... Egy dolog van egyébként, amiben változtam, hogy nem bírom úgy az erőszakot filmekben, vagy ilyesmi. Tényleg hát, amióta igaz. A gyerekünk van, de ez nálad is változott. Azóta sokkal inkább elzárkozunk az olyan, nem is tudom, jelenetektől, vagy filmektől, vagy bármi olyan dologtól, amiben gyerekek szerepelnek, mint negatív szituációban, vagy erőszakban benne, vagy ilyesmi. Tehát azt nem bírom, azt kikészít. Meg teljesen is így volt, hogy nem toleráltam az ilyen dolgokat. Azt hiszem ennyi. Meg hát jobban megvisel mondjuk az olyan híradás is, amiben mondjuk gyerekek, nehéz sorsú gyerekek vannak. Meg téged igen. Is, nem? Hát meg érdekes, amikor az utcán látok, mondjuk nem tudom, vannak ilyen életképek, hogy 11 órakor viszonylag nagy család, és akkor az egyik gyerek karban, 11-kor, vagy 11:30-kor, de tényleg kicsit, tehát ilyen Sofinál kisebb akár, még nem beszélő. Nem értjük, hogy miért nem ágyban fekszik. És akkor elkezd nyígni a gyerek, ami teljesen jogos a részéről, hogy felemeli a hangját azért, mert már álmos, meg nyűgös, meg még mindig az utca közepén kell lenni apával, meg anyával, és akkor így ráüvöltenek, vagy és akkor elkezd sírni a gyerek, és olyankor legszívesebben oda mennék, és úgy felpofoznám a szüleit, csak hát azzal se segítenék, mert csak fel... Nincs hozzá közöm, csak még jobban. Így van, nincs hozzá közöm, meg a gyerek védelmével sem tudnék fellépni, mert igazán még jobban megijedne. Szegény. De ez is egy olyan dolog, ami korábban nem volt, tehát hogy ilyen haragot szülők ellen nem éreztem, inkább sajnálatot, hogyha nyígott a gyerek, észrevettem, hogy 11-kor nyígott, vagy 12-kor, hogy a gyereknek már rég ágyban lenne helye. De mindegy. Mit gondolsz a mindennapokról, így két gyerek után? Tehát, hogy élvezed őket, nehezebbek, vagy könnyebbek, mint korábban? Fárasztóban, kevésbé? Hát Sofival egyre könnyebb, ahogy ugye már nem csecsemő, hanem kisgyerekké kezd változni. Nimroddal még nehéz, várom az időszak végét, amikor már ugyanilyen kis önjáró lesz, mint Sofi. Csak majd együtt lehet őket gyűrni, meg kergetőzni velük, meg egyáltalán hogy játszótérre járni, és intáztatni őket, meg mindenfélét. De Nimród szerencsére borzasztó gyorsan fejlődik, tehát hamarabb csinál mindent, mint a húga, a nővére. Szóval hamar eljön majd ez az idő. A fáradtságot, meg ezeket a megterheléseket, meg ezeket a nehézségeket, Ezeket máshogy éli meg az ember azért, hogyha cserébe van egy gyereke. Tehát addig, amíg nincs meg a reláció, addig ezt úgy éli meg az ember, hogy ugye a jövőbe tekint, hogy úristen, majd milyen nehéz lesz felkelni, meg mi lesz majd a nem tudom 11-ig alvással, meg a satöbbivel. És aztán majd, amikor van egy gyerek, és van a mérleg másik nyelvén egy érték, egy felbecsülhetetlen érték, vagy akár kettő, akkor ezek már nem olyan nehezek. Persze nem olyan, hogy nehéz kikelni az ágyból, de hát az ember abban a pillanatban, hogy rá... De más, mikor ő ébreszt. Ah, persze, tehát hogy... Mintha ébreszti óra ébresztene. Oké, mi a kedvenc időtöltésed velem kettesben? Vagy mi lenne? Ha lenne ilyen. Hát az utazás. Utazás az, amiből nem jutott még ki elég közösen. És ilyen hétköznapi dolgok? Tehát közös program kettesben? Hát nem tudom. Tehát, hogy jó lenne azért így bevezetni, hogy legyen időnk elmenni mondjuk ezért egy héten egyszer étterembe, vagy ezt kikapcsolódni. De úgy megint, hogy kedvenc, vagy mi hiányzik, hogy mi volt a kedves? Uh-huh. Kedvenc? A kedvenc időtöltésed vele. Nincs kedvenc. A kedvenc az életem, ami... vele az élet, az a kedvenc, de kedvenc. Például szeretünk esténként sorozatokat nézni. Igen, az például tök jó.
összebújva esetleg, vagy csak azért hát rányítunk egy üveg porra, pulcsi, és akkor... Pulcsi! Pulcsi! Le akarod venni a pulcsit, kis Manócius? Nem sokára megérkezünk, kicsim. Most ne vedd le a pulcsit. Pulcsi.